Az Óbecsei Népkönyvtár és a Perem Magyar Színházi Egyesület közös szervezésében szerdán délután tartották meg az Óbecsei Népkönyvtárban a 15. hagyományos mesemondó versenyt, amellyel a nagy meseíróról, Benedek Elekről és a Magyar Népmese Napjáról emlékeztek meg. A megmérettetésen 3 kategóriában 53 Óbecse községbeli általános iskolás mesemondó mutatta meg felkészültségét. 2 helyen zajolt a verseny, ugye a pandémia és a különböző előírásoknak megfelelően. Maszkban volt minden versenyző, és a versmondás alatt természetesen levették, de hát így kis összejövetelben emlékezünk meg Benedek Elekről és magáról a mesemondásról. A mesemondásról, mint maga egy olyan pódiumművészetről, ami nagyon izgalmas, nagyon frappáns tud lenni, és hát a gyerekeknek ez áll közel a szívük, az biztos. A versengésből az óvodások és első osztályosok sem maradtak ki. Ők képzőművészeti alkotásokkal, népmese illusztrációval vettek részt. A rajzpályázatra 73 munka érkezett, amelyeket Stepanovtól Eleonóra okleveles képzőművész értékelt. A második és harmadik osztályosokat Magyar Zsófia, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának tagja, és Fercsik Kis Piroska, magyar nyelv és irodalom tanár, könyvtáros, hallgatta meg és értékelte. Az idősebbeket Zakinszki Toma Viktória írónő és Deák Enikő magyar nyelv és irodalom tanár zsűrizte. Az elsődleges szempont az a hitelesség volt, hogy mennyire tudták a gyerekek hitelesen tolmácsolni ezeket a népmeséket. Általában gondolom, hogy a mesemondó versenyeken ez kell, hogy legyen az elsődleges szempont. Ez persze föltételez egy sor másik dolgot is, tehát fölkészültség, szövegben való biztonság, olyan értelemben, hogy a népmesét nem kell szóról szóra mondani, de mégiscsak a mese menetét mennyire tudják gördülékenyen tolmácsolni, mennyire beszélnek szépen, mennyire beszélnek nyitottan. Az artikulációt tekintve észrevehető, hogy sok gyerek nagyon zártan beszél, nem nyitják ki a szájukat. Ezt mondjuk kellene nekik tanítani, illetve azt is, hogy olyan mesét választanak, amit a magukénak éreznek, amit úgy tudnak elmondani, hogy hiteles legyen, illetve hát maga a szövegértés és a szövegi értelmezésben előforduló hibák miatt gyakoriak a hangsúlyhibák is. Úgyhogy általánosságban az első csoport alapján elmondhatom, hogy dicséretes, hogy ilyen sok gyerek részt vesz a mesemondó versenyen, de egy picit alaposabban föl kellene készíteni a gyerekeket, ami elsősorban a pedagógusokra vagy az ebben jártas szakemberekre hárult. Az első kategóriába tartozó második és harmadik osztályosok versenyében a legjobb mesemondó Horváth Dorka lett. A második helyen Bartusz Áron végzett, míg a harmadik helyen Hódi Zsófia és Horváth Miksa osztozott. Külön díjat ebben a kategóriában Tripolszki Rita, Szabó Hanna és Tóth Noémi kapott. A második kategória, azaz a negyedik és ötödik osztályosok versenyében a zsűri külön díjban részesítette Ződi Kingát, és ebben a kategóriában is 2 harmadik díjas lett, Rafai Lara és Nagy Lóránd. A második helyezett Bátori Simon, az első helyezést pedig Ferenci Orsolya kapta. A hatodikosok és hetedikesek kategóriájában a verseny legjobb mesemondója Kisutcai Ivett, Szalma Viola lett a második, a harmadik helyen pedig Farkas Larissa és Szabó Áron osztozott. Ebben a kategóriában a zsűri 3 külön díjat is kiosztott, Deák Dominiknek, Szemendri Balázsnak és Koncz Villőnek. Az óvodásoknál az első helyet Hegedűs Anna szerezte meg, a második Koliger Dorina lett, míg a harmadik helyen Tóth Edina és Horváth Bence osztozott. Az elsősöknél Mester Zsóka alkotása lett a legjobb, a második helyen Koncz Csanád munkája végzett, a harmadik helyen pedig Albahári Noémi és Trapos Dániel osztozott. A 15. mesemondó verseny a Budapesti Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével valósult meg.